Ha visszaemlékszünk a január 1-jére és megterveztük az évünket, most már így utólag visszanézve szerintem garantáltan nem úgy sikerült, ahogy azt megterveztük, hiszen rengeteg kihívással kellett szembenéznünk ebben az évben, jó magamnak is, de rengeteg lehetőség is adódott ebben az évben. Ebben a videóban egy pici évösszegzéssel készültem nektek, tartsatok velem! Nálunk tradíció az, hogy minden január 1-én leülünk és megtervezzük közösen az évet, értékeljük az előző elmúlt évet, leülünk és papíron megtervezzük azt, hogy miket szeretnénk megvalósítani, mit szeretnénk elérni a következő évben. Ezt mindig megcsináljuk családilag közösen is, illetve én is meg szoktam csinálni személyre szabottan, hogy nekem milyen személyes céljaim vannak, akár üzletileg, akár a magánéletem tekintetében. Amikor megtörtént ez az évtervezés, akkor viszonylag gyorsan felülírta az élet, hiszen jól emlékszem, hogy márciusban elmentünk egy hónapra nyaralni, március elején, ami nekünk minden évben tradíció, hogy egy hónapot külföldön töltünk, és ez a nyaralás már nem úgy sikerült, hiszen amikor elindultunk itthonról rá, egy hétre derült egyébként ki az, hogy az első fertőzött fölütötte a fejét ugye Budapesten, és elindult ez az egész mizéria, elindultak a szabályozások, és elindult a rettegés és aggodalom, hogy mi lesz az utazásunkkal. Egyébként az utolsó géppel jöttünk haza Magyarországra Tájföldről, és a külképviselet már telefonált nekünk, hogy vagy felszállunk erre a gépre és megszakítjuk az utazásunkat, vagy pedig kimaradunk Tájföldön, kiragadunk ki tudja mennyi ideig. Úgyhogy így 3 hét után haza is kellett jönnünk, nagy aggodalommal, hogy sikerül-e jegyet szerezni a gépre, és utána, amikor hazaérkeztünk, akkor ugye következett egy hosszas karanténidőszak, a gyereknek ugye nem volt óvoda, és nagyon sok mindent felülírt ez az egész. Én eleve több éve home office-ban dolgozom, de azért más úgy dolgozni home office-ban, amikor a gyerek elmegy az óvodába, és te otthon nyugodtan dolgozol, meg más úgy dolgozni, amikor alapvetően ott van a gyerek 0-24-ben veled, és meg kell ezt oldani az egyik szülőnek, vagy akár nagyszülő segítségét kérve, hogy hogyan is oldjuk meg a napi tevékenységet, a napi munkát. Nekem nagyon sokat segített az, hogy a pillanatnyi felocsúdás után, amikor nyilván hazaértünk és sok hatás alatt voltunk, kialakítottunk egy nagyon gyorsan egy teljesen más napi rendet, leosztottuk újra a feladatokat, és nagyon gyorsan sikerült reagálni az új helyzetre. Szerintem egyébként a gyors reakcióidő az, aminek én az üzleti sikeremet is köszönhetem, és azt is köszönhetem, hogy a magánéletemet szerintem jól kézben tudom tartani. Nem szoktam azon keseregni, hogy jaj, ez miért történt meg, jaj, most akkor hogyan lesz, mint lesz, meddig tart ez még, mert egyszerűen kár aggódni olyan dolgokon, ami a saját hatáskörünkön kívül esik, és amit ugye nem tudunk irányítani. Ezért gyorsan tudtunk reagálni, gyorsan otthon kialakítottam egy saját irodát, aminek zárható az ajtaja, be tudtam vonulni, és leosztottuk a feladatokat a férjemmel, hogy mit vállalok én, mit vállal ő, és mi a közös időnk a gyerekkel. Amikor ugye az online vállalkozásomat elindítottam, akkor nyilván az volt a célom, hogy bárhonnan dolgozhassak, gyakorlatilag bármelyik országból, ahol van internet, úgyhogy ez kapóra is jött, hiszen a home office nem húzta keresztbe az üzleti számításaimat. Azonban nyilván voltak előítéleteim, aggodalmaim azzal szemben, hogy vajon ebben az élethelyzetben mennyire fognak csatlakozni akár az online közösségemhez, mennyire fogják igénybe venni ezeket a tréningeket, tanfolyamokat, ami nem létszükséglet, valljuk be őszintén, viszont azért egy nőnek nagyon fontos a minőségi énidő, az, hogy pozitív társaságban legyen, az, hogy legyen kihez fordulni, és várakozásaimat messze felülmúlta a kampány nyitások, a klubcsatlakozások mind a kétszer, áprilisban is és októberben is. Sokkal kevesebb új csatlakozóra számítottam, pont ezért, mert azt gondoltam, hogy ez nem prioritás jelen pillanatban. Mégis kiderült, hogy az embereknek egy ilyen nehéz élethelyzetben kapaszkodó kell, egy olyan közösség kell, akik támogatnak, akik segítenek, akik pozitívan gondolkodnak, akik a lehetőséget látják a dolgokban és nem a problémát. Egyébként ami számomra megdöbbentő volt ebben az időszakban, és pont minap beszélgettünk a férjemmel, hogy aki ebben az évben nem vált jobb emberré, az gyakorlatilag reménytelen, nem tudom máshogy mondani, hiszen annyira rá voltunk arra kényszerítve, hogy szembenézzünk a saját démonjainkkal, szembenézzünk saját magunkkal, szembenézzünk azokkal a negatív dolgokkal, amit esetleg hosszú éveken át hordoztunk, és nem tudtunk túllépni a saját árnyékunkon, a saját határainkon. Mennyire állunk profin a munkánkhoz, mennyire lehet ránk számítani, mennyire vagyunk elkötelezettek és alázatosak például. Ezek mind-mind próbatételek az életben, és próbára tett minket
elég szépen ez az év, és nagyon sok esetben szerintem ki tudtunk jönni ebből pozitívabban. Azt mondják egyébként a nagy spirituális tanítók, hogy azokkal a dolgokkal kell szembenézni ebben az évben, és egyébként nyilván az életünk más időszakaiban is, de ez ugye egy nehezített pálya volt most, amivel dolgunk van. Tehát ha eleve úgy fogod föl, hogy ez egy lecke, és nem úgy fogod föl, hogy téged szivat az élet, akkor rögtön másképp tudsz rátekinteni ezekre a dolgokra, és gyermeki kíváncsisággal és izgalommal nézel elébe annak, hogy hogyan fogom ezt a szituációt megoldani, mennyire tudok, ahogy mondtam, gyorsan reagálni, mennyire találom meg a lehetőségeket. Megmondom nektek őszintén, hogy én ebben az évben annyi fantasztikus emberrel ismerkedtem meg, hogy 5 év alatt nem ismerkedtem meg ennyi jó emberrel, új kollégákra tettem szert, új szakértőkre tettem szert, és abszolút bizonyította ez az év azt, hogy aki túl tudott lépni ezen a nehézségen, aki a kezébe tudta tartani az irányítást, vagy akár vissza tudta venni, aki azt mondta, hogy én most ebben még többet beletolok, mert tudom, hogy még többet kell tennem, még többet kell bizonyítanom, aki azt mondta, hogy megtalálom magamba azt a belső erőt, hogy menjek tovább az úton, megkeresem azokat az embereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak, ezek az energiák összeadódtak, ezek az erőforrások összeadódtak, és fantasztikus projektek, barátságok születtek ebből, hogy nem búslakodtunk és sírtunk egymás vállán, hanem azt mondtuk, hogy figyelj, itt van ez a szitu, nézzük meg, hogy ez milyen lehetőség. Nekem egyébként rengeteget segített a kreatív energiáim mozgósításában, új dolgok kitalálásában az, hogy elfogadtam a szituációt, hogy mi van akkor, hogyha ez nem fog változni. És tudom, hogy ez nagyon bizarul és perverzül hangzik, hogy úristen, ez örökre így marad, és nem fog nyilván így maradni örökre, de ez segített abban, hogy azt mondjam, hogy oké, akkor ehhez próbálunk alkalmazkodni. Az ember képes alkalmazkodni bármihez, de addig, ameddig önsajnálatban vagyunk, és nem vállalunk felelősséget, és nem tartjuk a kezünkben az irányítást, hogy nem vesszük vissza, addig nem fogunk tudni semmilyen új kreatív tevékenységbe belefogni, mert egyszerűen az agyunk nem úgy működik, nem úgy van behuzalozva. Ez nagyon egyszerű, tehát itt magunkat kell először jó állapotba hozni, és nekem nagyon sokat segített az, hogy önmagammal rengeteget foglalkoztam, rengeteget meditáltam, volt olyan nap, amikor rosszabb periódusom volt, ebben az évben 4,5 hónapot küzdöttem pánikbetegséggel és pánikrohamokkal, amik pokollá tették egyébként az életemet. Nagyon sokszor kihívás volt dolgozni, kihívás volt ellátni a napi teendőimet, tehát nagyon nehéz időszakon vagyok én is túl. Mégis a lehetőséget láttam ebben, hogy vajon ez mi miatt történt velem, amire megtaláltam a válaszokat, hogy mi miatt, mert nyilván a válaszokat, azokat nagyon szeretjük mindig kívül keresni a külvilágban, de semmilyen válasz nincsen a külvilágban, minden bennünk van, és szeretünk menekülni a saját életünk elől, ezért van az, hogy függővé válunk utazástól, függővé válunk társaságtól, függővé válunk különféle tevékenységektől, de hogyha azt elveszik, mint ahogy most jelen pillanatban elvette az élet tőlünk, akkor nagyon nagy bajba tudunk kerülni, hogyha nem találjuk meg ezt a belső erőnket. Nekem volt olyan hét, amikor napi 4 órát meditáltam, mert egyszerűen azt éreztem, hogy ha ezt most nem teszem meg, akkor annyira mélyre fogok jutni, és egy olyan negatív spirál fog becuppantani magába, hogy sokkal-sokkal nehezebb lesz felállni, és nagyon durva mindfulness gyakoroltam, ami ugye azt jelenti, hogy megtalálni mindenben a szépet, minden pillanatban, és lemenni óvodás vagy kisbaba szintjére, és rácsodálkozni a világra. Amikor kisütött a nap, akkor örültem, hogy jaj, de jó süt a nap, és akkor ott 10 percet elidőztem ezen, ami lehet, hogy a rohanó életben ilyen nagyvonalú dolognak tűnik, hogy ilyen dolgokon elidőzni, de ez tartotta bennem a lelket olyan helyzetekben, amikor nyilván nem tudtam másba kapaszkodni, csak saját magamba, és ezáltal sokkal erősebb emberré váltam, amikor leküzdöttem ezeket a dolgokat, ezeket a lelki nehézségeket, kihívásokat. Direkt nem problémát mondanék, mert ahogy említettem, ha túl vagy egy ilyen helyzeten, akkor rengeteget tudsz belőle tanulni, és nagyon-nagyon meg tudsz erősödni. Nem beszélve arról, hogy megmutatkozott ebben az élethelyzetben az, hogy kiben van meg ez a belső erő. És ez a belső erő az, ami szerintem nagyját tesz igazán egy embert. Egy embernek az igazi teljesítő képesség az nem a fizikai erejében rejlik soha, bármennyire is szoktuk ezt gondolni, vagy akár mondani, vagy fitoktatni az erőnket, a sokkal inkább a mentális stabilitásban rejlik, amin dolgozni kell, mert ezt nem adják oda ingyen, ezt a munkát senki nem fogja tudni elvégezni helyettünk, és ez az, amit pénzért nem vehetünk meg, csak olyan energia befektetéssel, amit magunkba fektetünk, és nyilván nagyon sokszor nemet kellett mondani ebben az évben olyan dolgokra, olyan emberekre,
olyan hírekre, akár a külvilágból, amit ki kellett zárni teljes mértékben, hogy meg tudjad őrizni a lelki nyugalmadat, békédet és szellemi épségedet. Én ezt úgy tettem, hogy egyszerűen nem néztem semmilyen híreket, nem kattintottam rá semmire, nem voltam kíváncsi semmi olyasmire, ami lehúz és ami negatív, és ezzel és kattogok ezen, hogy úristen, mi lesz ezen az egész aggodalmon, hanem egyszerűen megpróbáltam abból a napból a legtöbbet kihozni, és nem azon aggódni, hogy mi lesz fél év múlva, nem tervezni ilyen nagy léptekkel, hanem egyszerűen csak megtervezni, mi lesz ezen a héten, ezen a napon, vagy akár ebben a hónapban. Akinek gyermeke van, ez a fajta lelki stabilitás szerintem még hatványozottabban igaz, hiszen a gyermek rá tud támaszkodni. Egy gyermeknek a radarjai kiválóak, és szavak nélkül is érti a szülőknek az energiáját, és hogy mi az, ami ott történik a családban, és nem mindegy, hogy milyen példát mutatunk egy ilyen szituációban szerintem, hogy mennyire tudott-e megtalálni a belső erődet, mint anya, mint feleség, mennyire tudtok ti egymásra támaszkodni, és mennyire tudtok valóban azokért a dolgokért tenni, ami a ti hatáskörötök. Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a pár gondolattal, ami karantén ide vagy oda, 2020-as év ide vagy oda, ez bármikor előhúzható a farzsebbünkből, és bármikor alkalmazható bármilyen élethelyzetben, és ne felejtsétek el, hogy nem véletlenül kapjuk az esetleges nehézségeket és feladatokat az életben, hogyha azt sikerül megoldani, akkor ezáltal csak jobb emberré válhatunk, erősebb emberré, és az élet fogja hozni azokat a lehetőségeket, a nyitottak vagyunk, amikor ugyanilyen emberekkel tudunk kapcsolódni, és ott valóban meg tud történni valami maradandó, valami csoda. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok!